és hát Jenő majd elmondja, némileg közkincs is lesz ez az előadás, úgyhogy ajánlom figyelmetek, mert hallgassátok őt szeretettel. Szeretettel köszöntök mindenkit, és az első bejelentésem az az lenne, hogy a YouTube-os csatornámra föltenném, ha nincs kifogása senkinek ellene. Kedves operatőr barátom vállalta, hogy felveszi ezt az előadást, úgyhogy ha gondot okoz, hogy valakinek esetleg fenn lesz a képe a csatornán, akkor elnézést kérek, ha nem egyezik, vagy nem járul hozzá, akkor kérem jelentkezzen. Ha nem okoz gondot, akkor köszönöm szépen, Lajos, nem kaptam jelentkezést, úgyhogy... Picit szeretném ezzel azt is valójában megmutatni a nézőknek, mert hiszen nyilván nem csak mi tudjuk visszanézni, akik itt vagyunk, hanem esetleg mások is, hogy egy picit lássák azt a hangulatot, ami a Szintézis Szabad Egyetemen van, hiszen azt gondolom, hogy jó lenne, ha egyre több magyar honfitársunk a gondolkodásában egy picit változtatna, vagy másképp látna a világot. És akkor ezzel a mondattal én már egy picit be is vezettem a mai napot, a mai napi előadásomat. A karma, gondolom itt már elhangzott, ugye szanszkrit szó, a tettet, cselekvést jelenti, illetve azt értjük alatta, hogy a tetteinknek, a cselekvésünknek megvan a következménye. Ebből a szemszögből nézve azonban van egyéni karma, és van tömegkarma. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy ennek az országnak, tehát Magyarországnak is megvan a karmája, de mindig gondoljunk arra, hogy a tömegkarma azokból a részegységekből áll össze, ami az egyedek egyéni életéről és karmájáról szól. Ha a tudatunkat megemeljük, ha más szinten éljük meg az életünket, akkor a karmánkkal való viszonyunk is változik. Tehát a karma az nem valami olyan, hogy beledöngöli az embert a betonba, hanem arról van szó, hogy ez egy állandó oda-vissza visszajelzés arra nézve, hogy hogyan és milyen módon élhetjük meg az életünket. Tessék arra gondolni, és talán ez egy példával is lehetne illusztrálni, hogy az életünk annyiban sorsszerű, hogy fel kell szállnunk egy vonatra. Ezzel a vonattal elindulunk az elindulási helyről, és el kell majd érnünk a célállomásra. A simpár, a vonat, a közlekedés menete ideje adott, tehát sorsszerű. Gondoljunk csak bele, nyilván ez a vonat egy szimbolikus kép akart lenni, de adottak a szüleink, ez karmikus. Adott, hogy hova születünk meg, adott, hogy milyen szocializációban nevelkedünk fel. Ezek sorsszerűek. Az nem sorsszerű, hogy mi milyen választ adunk az éppen aktuális helyzetben, pillanatban. Tehát azon a vonaton, amin éppen ülünk, azon újságot olvashatunk, keresztrejtvényt fejthetünk, nevethetünk, sírhatunk, lakmározhatunk, szíthatjuk a világot, bármit csinálhatunk, ez a szabad akarat. Itt megint érdemes egy picit elgondolkozni azon, hogy használunk egy szót, egy kifejezést, azt mondjuk, hogy szabad akarat. A szabad akarat, az, mint a nevében is benne van, nem egyenlő a szabad cselekvéssel. Én bármit akarhatok, az akaratomban nem vagyok korlátozva. A cselekvésemben viszont számtalanszor igen. Hiszen gondoljunk csak bele, felfoghatjuk akár ezt is karmikusnak, nem tudunk kimenni és mondjuk repkedni az utca fölött, de azért akarni akarhatjuk. Ez persze tudom, egy nagyon erős és szélsőséges példa volt, de hát sok minden van. Hát ott állok egy járda szigeten, át akarok menni a túloldalra.
És valószínűleg az esetek többségében át is megyek. De előfordulhat, tessék csak belegondolni, egy vagy két évvel ezelőtt ott állt egy pár ember az Árpád hídnál a villamos megálló Járdaszigetén, ahova felrohant egy autó, és azt hiszem ötüket vagy hányukat elgázoltak. Ez sors. És azt hiszem, hogy valahol ezt úgy eléggé tetten lehet érni. Tehát amikor egy repülőre felszáll mondjuk 250 ember, majd az a repülő, ne adj Isten, lezuhan, akkor mindannyian érezzük a lelkünk mélységéig, hogy ez sors. Tehát itt valahol azért vannak ezek a nagyon erős, nagyon szélsőséges példák, és persze vannak ezek a, hát, hogy is mondjam, csak kicsit ilyen bizonytalanná tévő esetek, hiszen gondoljuk azt, hogy itt van például az, hogy eljöttünk ide a mai nap, ezt a szabad akaratunkból tettük, de vajon, ha ezek a gondolatok jelentős mértékben tovább visznek minket, akkor nem a sorsunk részei? Nem keresünk valamit, és arra kapunk választ? Érdemes elkezdeni odafigyelni például arra, amikor azt mondjuk, hogy az életünkben megjelenik a szinkronicitás. A szinkronicitás egy nagyon izgalmas dolog arra nézve, hogy amikor keresünk valamit, amikor egy téma ott él, ott lobog a lelkünkben, akkor ezek a témák újból és újból visszajönnek az életünkbe. Ez is mutatja, hogy a külvilágban az tükröződik vissza, amit hallani vagy látni szeretnénk. Tehát a szabad akaratnak van egy olyan fantasztikus képződménye, hogy szinte mint egy megidézzük azt, ami aztán a sorsunk részévé válik. És persze eljuthatunk az izgalmas kérdéshez, hogy vajon mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Vagyis, hogy én nekem van egy sorsom, és ezért eleve azokat a dolgokat kutatom, keresem, azok után járok, ami a sorsommal kapcsolatos, vagy amiket megtalálok, amikkel találkozom, amiből tanulok, azzal alakítom a sorsomat. Ki tudja erre a valódi választ? Egy biztos, azt jól lehet látni, hogy az életünk keretei azok eléggé meg vannak szabva, és abban túl sok változást nem tapasztalunk. Viszont Maurice Maeterlinck, aki a híres meseregényt írta a kék madárról, ő egy filozófus is volt, és többek között a Bölcsesség és Végzet című könyvében a következőket mondja. Állítsunk egymás mellé 10 embert, akinek most halt meg az édesanyja. És mind a 10 ember másképp éli meg ezt az eseményt. És ezután fogalmazza meg ennek a könyvnek talán a legfontosabb üzenetét. Nem az a lényeges, hogy milyen események érnek minket, hanem hogy hogyan éljük meg azokat. És ez a szabad akarat. Ez a lényege a szabad akaratnak. Hogy mi emberek bármilyen helyzetben sírhatunk és nevethetünk, és a saját döntésünk az, hogy éppen sírunk vagy nevetünk. Bármilyen helyzethez hozzájárulunk, vagy megvonhatjuk a hozzájárulásunkat. Természetesen ezeket a úgynevezett cselekvéseinket és döntéseinket nem könnyű, főleg amikor nagyon erősen a személyiségünk részévé tettük őket, nem könnyű változtatni. Nem könnyű, amikor nagyon erőteljes hajlamok vannak bennünk, vagy hajlamok épültek ki bennünk, és nagyon erőteljesen akarjuk ezeket a hajlamokat követni. Tehát szabad akaratom van arra, hogy rágyújtok egy cigarettára. És szabad akaratom van arra, hogy letegyem. De ha a hajlamom az, hogy nekem ez a cigaretta kompenzál valamit,
akkor nagyon nagy eséllyel nem teszem le ezt a cigarettát. De dönthetek úgy, hogy leteszem. Csak ugye itt jön elő az a probléma, hogy mit tud nekem egy cigaretta nyújtani? Vajon azt, amit a cigaretta nyújt, azt képes vagyok-e máshonnan megszerezni? És itt eljutunk az értékek és a fontosság tudat kérdéséhez, hiszen minden ember a saját életében fontosnak és értékesnek szeretné magát megélni, és ennek következtében minden ember olyan dolgokat választ, olyan környezetet, olyan személyeket, olyan tárgyakat, és akár olyan függőségeket, amelyek valamilyen szinten a saját fontosságtudatát és a saját, úgymond, életének a konformitását segítik és támogatják. Minden esetre a táblára én felrajzoltam egy ábrát. Ez egy horoszkóp ábra, kicsit hevenyészetten, amennyire itt ezen a táblán ezt lehetett ábrázolni. És miután főfoglalkozásomat tekintve asztrológiával foglalkozom, immárom éppen 44. esztendeje, így szeretném bemutatni, hogy ebből a fajta megközelítésből hogy látszik ez a kérdés, a mai témánk kérdése, hogy sors vagy szabad akarat. Akinek a horoszkópját itt látni lehet, az egy ismert színészünk volt, én nagyon szerettem őt, Isten nyugosztalja, úgy hívják, hogy Latinovits Zoltán. Tehát amit itt most látni lehet, az Latinovits Zoltánnak a horoszkópja. És azért hoztam el példának az ő horoszkópját, mert úgy gondolom, hogy jól tetten érhető ez a kérdés, hogy sors vagy szabad akarat. Nem mintha bármelyikünknél ezt nem lehetne ugyanígy megnézni, csak hát mondjuk Latinovits Zoltán valamilyen szinten életét tekintve jobban kiemelt, jobban előttünk zajlik, tehát jobban látjuk akár külső szemlélőként. Nos, mielőtt belemennénk az ő képletének a részleteibe, egy pár gondolatot nagyon fontosnak tartok elmondani. Az első és legfontosabb az az elképesztő tévedés, ahogy ma az asztrológiát kezelik egyes emberek, vagy egyes, hát hogy is mondjam, csak fórumok. Több mint 2000 éve, vagy körülbelül 2000 évvel ezelőtt egy Hermész Trismegistos nevezető úriember ránk hagyományozott egy táblát, aminek Smaragd tábla a neve. Ebben 13 pontban fogalmazza meg, amit akkor az ókori világ, az ókori bölcselet a világról gondol. Az első pontban egy nagyon-nagyon fontos dolgot fogalmaz meg, ő mint hermetikus. Ami azt jelenti, hogy Hermésznek a gondolatvilágát, a gondolatiságát közvetíti. Tehát a hermetikus itt most nem a hermetikusan elzárt, hanem a hermészi gondolatiságot közvetíti. És ebben az első pontban azt fogalmazza meg, hogy minden, ami fenn van, az ugyanaz, mint ami lenn van. És minden, ami lenn van, az ugyanaz, mint ami fenn van. És ez azért nagyon fontos, így rögtön az elején, és azért szeretném hangsúlyozni, mert Hermész Trismegistos nem azt mondja, hogy a kozmikus látvány számunkra az hasonlít az életünkhöz, vagy az életünk hasonlít a kozmikus látványhoz, hanem azt mondja, hogy ugyanaz. Tehát én vagyok a horoszkópom, ez a lényeg ennek a mondatnak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy van egy horoszkóp, vagy van egy bolygóállás, és az életemet az gomnyomással irányítja, hanem ez azt jelenti, hogy ahogy a
horoszkóp szó is magyarra lefordítva azt jelenti, hogy időnéző. Hóra, idő. Skopein annyit jelent, mint nézni. Tehát a horoszkóp az azt jelenti, hogy mindannyian egy időminőségnek a részesei vagyunk, azzal, hogy megszülettünk. Ez azt jelenti, hogy annak az időminőségnek az akkumuláló erői vagyunk. Tehát mi vagyunk az időminőség. Mi fogalmazzuk meg azt az időminőséget. Tehát Latinovics Zoltán horoszkópja az a Latinovics születési idejének a pontos megfogalmazása és Latinovics élete ennek az időminőségnek a megnyilatkozása életszerűségében. Érthető ez mindenki számára? Mert ha ezt nem értjük, akkor nem érdemes tovább lépni. Ez a lényeg. Tehát mindannyian, már ugye voltam itt múltkor, és megbeszéltük, hogy ha nem baj, akkor tegeződjünk, úgyhogy továbbra is tartanám, vagy igényelném ezt a szempontot. Tehát gondoljatok abba bele, hogy a Szaturnusz, vagy a Jupiter, vagy a Hold, vagy a Merkur, bárhogyan is állati horoszkópotokban, ezek ti vagytok. Az a ti Szaturnuszotok, a ti Merkurotok, a ti Jupiteretek, vagy ha így jobban tetszik, a te személyiséged Szaturnusza, a te személyiséged Jupitere, a te személyiséged Merkúria. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy van 12 helyszín, ez az állatöv. És abban vannak az égitestek, ezek a színészek, a főszereplők. És az életedben a hajlamaid azáltal jönnek létre, hogy folyik belül az úgynevezett boxmeccs. Azt mondja az egyik szereplőt, hogy ezt akarom. És azt mondja belül a másik szereplőt, hogy azt akarom. És erre te azt gondolod, hogy ez olyan ösztönös. Hát ösztönös, ha az asztrológiai alapokra tekintünk vissza. Mind a 12 benned van. Nem csak kos vagy, nem csak bika vagy, nem csak ikrek vagy. 12 helyszín. És a 12 helyszínnek különböző attribútumai, tehát a helyszín díszlete, a helyszín többi szereplője, és minden szól valamiről. Ez a világ egy csoda. És Shakespeare, ha semmi másért nem élt, hát azért a mondatért érdemes volt élnie, hogy azt mondta, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és minden nő. És itt kezdődik az egész nagyon-nagyon fontos, elsőrendű, szabad akarati döntés. Bocsáss meg magadnak, mert nem biztos, hogy minden pillanatban a legjobban játszod a darabodat. De ez nem baj. Könyörgöm. Ide jöttünk, hogy eljátszunk egy darabot. Sok helyszínnel, mondhatni sok forgatással, de ezt a darabot nem biztos, hogy a legprofibb módon fogod tudni eljátszani. Persze, lehet, hogy a lelkünk mélyén van bennünk egy maximalizmus, hogy nagyon szeretnénk oda tenni magunkat, nagyon szeretnénk jól eljátszani. Az a helyzet, hogy nem kell hozzá senki más, te magad is kerülhetsz bőven elégséges konfliktusba önmagaddal. És akkor már megjelenik a dráma. Te magad vagy egyszerre a saját tragédiád, a saját vígjátékod, a saját drámád, a saját egyszemélyesed, vagy a saját többszemélyesed. Hogy most egy picit ilyen színházi szavakkal érzékeltessem, hogy mi folyik. Ennek ellenére az élet egy csoda. De persze előfordulhat, hogy a saját kihívásaink olyan erősek, hogy nem tudunk rájuk megfelelő választ adni. Nem tudunk rájuk jól reagálni. Baj ez? Hát könyörgöm, azért születtünk meg erre a földre. Ti is, mi is, mindenki. Hogy fejlődjünk. Ha nem ez lenne a cél, akkor mi értelme lenne? Tessék egy picit belegondolni a sors és a szabad akarat kérdésébe. Ha minden el van döntve,
Ha az eleve elrendelés A-tól Z-ig minden epizód és minden pillanatban működik, akkor gépek vagyunk. Akkor beprogramozott gépek vagyunk, akik mint egy robotok végrehajtanak dolgokat, eseményeket. Ha nincs szabad akarat, akkor nincs fejlődés. A fejlődés az az, hogy egyre magasztosabb tudatállapotba hozod magad. És itt a szabad akarat lényege. Szabadon akarhatod. Szabadon tehetsz magadért. Természetesen nagyon nehéz azoktól a keretektől, amilyen hajlamok vannak benne. Na de azt mondja Aquinói Szent Tamás közel 1000 évvel ezelőttről, ezt üzente nekünk, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon. Vagyis túl lehet ezen lépni. Felrakhattam volna ide a dalai láma horoszkópját is. A sors, hogy elűzik Tibetből. A sors, hogy ő a dalai láma. De hogy ezt ő hogyan éli meg, ez a szabad akarata. Érdemes ránézni, mert az esetek 90%-ában mosolyog. Az esetek 90%-ában ez a lény, akit ma dalai lámának ismerünk, állandóan mosolyog. Mindig mosoly van az arcán. Vagyis elégedett. Elégedett a dolgokkal, az életével, úgy, ahogy van. Ha más nem, ezt eltanulhatnánk tőle. És ez szabad akarat. Tehát sírhatok is, de egy kis utalás, csak egy pici epizód. Talán mindenki emlékszik még az iskolában tanult a Hét Krajcár című kis novellára. Tehát azon is lehet nevetni, hogy elgurul az a krajcár, meg azon is lehet nevetni, hogy a ládafiában találunk egyet. Persze mondhatod, hogy ugyanez a szegényeknek a okoskodása, nem kérem szépen, az a helyzet, hogy a napjaink órákból állnak. Az órák percekből, a percek másodpercekből. És minden másodpercben lehetsz önmagad, és élvezheted az életedet, örülhetsz saját magadnak, és ettől a pillanattól kezdve már egy kicsit bölcsebb is vagy, és ezzel a bölcsességgel az életed folyamát egyfajta derűvel szemlélheted. És amikor egy picit kívülről szemléled az életedet ezzel a derűvel, akkor valójában a karma bármilyen fajta nehézségeket is tartogat számodra, ezeket a nehézségeket te nem úgy éled meg. És ettől a pillanattól kezdve egy másfajta tudatállapotban közelíted meg a világot. Itt az ideje, hogy ránézzünk egy picit erre a horoszkópra. Az első, ami látható, hogy Latinovics Zoltán nyilas aszcendensű ember volt. Az aszcendens az azt jelenti, hogy az adott helyen, ahol megszületik, a horizont az ekliptikával milyen szöget zár be. Hol metszi egészen pontosan az ekliptikát? Az ekliptika a látszólagos nappálya, azon van rajta a tropikus zodiákus, ami ugye a tavaszponttól egyenlő 30 fokos arányokban van. Az aszcendens az egyik legerőteljesebb utalás arra, hogy milyen egy személyiség. Tudnunk kell, hogy mi magyarok összességében itt a Kárpát-medencében a nyilas jele alá tartozunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy Latinovics Zoltán nagyon erőteljesen azonosul a saját magyarságával, és nagyon erőteljesen azonosul a saját nyilasságával, a nyilas küldetésével. Mit jelent még a nyilas? Jelenti például azt archetipikus értelemben a nyilas a tanító, a profétáló valaki.
Tessék belegondolni, hogy ha ebből a szemszögből nézzük meg Latinovit Zoltán életét, az egész színészi pályafutása egy profétálás. A kollégák sokszor nehezen viselték el az egyébként szűzjelben látható Vénusz, Nap, Merkur és Neptun, tehát erre mondja az asztrológiai tudomány, hogy egy stellium, egy csillaghalmozódás van ebben a jelben, tehát a Latinovits horoszkópjában az is látszik, hogy nagyon erőteljes a szűz jelben való halmozódás, és a szűz az a kritikus. Latinovits nagyon kritikus volt. Önkritikus is, de mások felé sem rejtette véka alá a véleményét. Különösen idegesítette őt például az, amikor egy próbán ott volt, és némely színésztársa készületlenül érkezett. Erre nagyon be tudott gurulni, hiszen a nyilas az egyébként egy tüzes jel, és ennek következtében mondhatjuk, hogy elég kolerikus ember volt Latinovits Zoltán. Ugyanakkor nagyon-nagyon maximalistán, tehát a szűz munka bírásával és a szűz precizitásával készült a szerepeire, és készült a színészi munkájára. Nagyon érdekes, hogyha egy picit ezt a szűz kérdést megnézzük. A szűz a 9. házában, látható itt a 9-es szakasz, egyetem, főiskola, hitvallás, tudás, tudomány témaköréről szól, és itt látjuk, hogy 4 égitest áll, és ezek nagyon fontos, nagyon hangsúlyossá teszik ezt a dolgot. Tudjuk Latinovits Zoltánról, hogy először ő mérnöknek tanult, nem színésznek. És aztán elkezdett a színészettel foglalkozni. Tehát az ő alap küldetése az, ha úgy tetszik, a szűz jellel kapcsolatosan, aki nagyon realisztikus, nagyon földies, nagyon földönjáró, az a mérnöki irányba ment el. Tehát ahogy szokták mondani, a szűz az inkább a reál tudományokkal kapcsolatos. Mondanék egy másik szűzembert, például Szentgyörgyi Albert, hogy érezhető legyen. Tehát ott van a kémia, vagy a realitás analógiája. Ez a szűz azonban kap egy nagyon fontos felülírást, és pedig azzal, hogy a Latinovits Zoltánnak a hivatásháza, hogy milyen úton, hogy merre haladjon, jól látható, hogy ott áll a Mars. A Mars, ami egy nagyon erőteljes, mondhatni az erőltetett menet analógiáját hordozza. Ez a Mars az 5. háznak, ami még a kosban kezdődik, annak az ura. Az 5. ház a színészet, a művészet, és a mérlegjel szintén a művészet. Nagyon érdekes ez a dolog. Ha most egy picit megengeditek nekem, akkor használnék egy példát. La Fontaine híres meséje, a tücsök és a hangya, a szűz és a mérleg archetipusát fogalmazza meg. A hangya az a szűz. A dolgos, aki rakosgat, aki teszi minden nap a dolgát, és minden nap szépen félretesz, és keresi a biztonságot. A tücsök meg kimegy és hegedül. És jól van így, jól érzi magát, él a pillanatnak, a pillanat örömének. És ez azt jelenti, hogy Latinovits életében ez a két szerep egyszerre van jelen. Ez két hajlam. És döntést hoz. Ezt a hajlamát erősíti. Tehát egy újabb adalék, most egy picit zárójelesen, hogy az életünkben a horoszkóp által megmutatva többféle hajlam van, többféle szereplehetőség. Az egy szabad akarati döntés, hogy melyiknek mikor adok zöld utat, melyiket hogyan és milyen módon támogatom, melyikkel milyen viszonyban vagyok, vagy épp az ellenkezője, elnyomom magamban, elfojtom magamban, és szinte tudomásra akarok róla venni.
Ilyenkor van az például, hogy előjön, és szinte sorszerűen megidézem, ha nagyon sokáig el akarok folytani egy magamban lévő erős hajlamot, akkor betegség formájában fog visszaköszönni az életembe. Visszatérve Latinovics horoszkópjához. Tehát látjuk, hogy nem a műszaki oldalt választotta, hanem a színészetet. Viszont itt van a szabad akarati oldal. Tessék csak belegondolni, hogy a nyilas, mint mondtam, a tanító, a profétáló személyiség, az állatöv 9. jele, ha a kosttól számoljuk, és a Latinovicsnak a 9. ház van nagyon erősen megtömve bolygókkal, vagyis ez azt jelenti, hogy ez itt összeér. És ettől a pillanattól kezdve Latinovics nem a mérnökségében profétál, hanem a színészetében profétál. Nem hiszem, hogy, illetve pontosan az ellenkezője, rosszul kezdtem a mondatot, azt hiszem, hogy Latinovics abszolút beírta magát a magyar színjátszás történelmébe. És a legnagyobbak közül való. Legalábbis ez az én hitem erről. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek. Tehát valójában az a fajta koncepció, ahogy József Attila mondja a Születésnapomra című költeményében, ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtan tanul, se kélyeké. Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. És azt gondolom, hogy ez a lényege, szinte mondhatni, hogy Latinovics az politikája is hasonló. Ő egész népét tanítja, nem középiskolás fokon, de nem költészeti értelemben, bár nagyon sokszor csodálatosan szavalta éppen József Attila költeményeit, hanem az egész színészetével egyfajta utat mutatott. Aztán hát itt jön be egy probléma, és itt jön be, amikor el kell gondolkoznunk az egyéni sors és a tömegsors, az egyéni karma és a tömegkarma helyzetében. Mondhatjuk, hogy esetleg nem volt jó időben, jó helyen. Voltak vele problémák. Tudjuk nagyon jó, hogy többször be kellett vitetni őt a pszichiátriára azért, mert olykor nagyon erőteljesen kinyilvánította a véleményét, és az akkori politikai vezetés ezt nem nézte jó szemmel. Mondhatjuk így is. De ha a magyar karma szempontjából mondjuk, én nem úgy látom, hogy Latinovics rosszkor volt rossz helyen. Abban az időszakban képviselt valamit, amikor majdnem azt mondhatnám, hogy ő volt az egyik pislákoló gyertya Magyarországon. Képviselt valamit önmagunkról, magyarokról, képviselt valamit a szabadságról, képviselt valamit a hitvallásról, nagy dolgokról beszélt, és nagy dolgokat képviselt. Talán abban az időszakban, amikor, hogy úgy mondjam, éppen nem volt túl világos Magyarország egén. Nem, minthogyha most sokkal világosabb lenne. Tehát el kellene megint egy-két Latinovics Zoltán kis hazánkba. De visszatérve, itt aztán látni egy következő problémát, és amit Latinovics Zoltán esetében el lehet mondani, ennek a nyilas jelnek van egy asztrológiai szabály, hogy minden jelnek van egy úgynevezett uralkodó bolygója. Ez az uralkodó bolygó a nyilas esetében a Jupiter. Ez a 8. házban látható, együtt a Holddal, tőle egy picit távolabb, a Plutó, az még a rákban áll, a Jupiter és a Hold már az oroszlánban. A születés uralkodója, ez a Jupiter, és a 8. házban az oroszlánban áll, és a 8. ház értelmezési tartománya, az többek között az élet elmúlásának a háza.
Tehát egy szóval jelezve a halálnak a háza. Ha azt mondjuk, hogy az egyes ház, tehát ami a személyiséget képviseli, ura benne van a nyolcas házban, és ezt lefordítjuk magyarra, akkor azt mondhatjuk, hogy a személyiség nagyon erőteljesen fókuszál a halálra. Itt van József Attilával való analógiája is, és itt van a saját élettragédiája is. Nem szeretek ilyet mondani, de most mégis így magunk között vagyunk, ezért azt gondolom, hogy el kell ismerni, hogy vannak emberek, akik egy picit a halálra vannak, úgymond, kárhoztatva. Felrajzolhatnám Bódi Gábor filmrendezőnk képletét, akinél szintén teljesen hasonló állások vannak, egyébként ő is nyilas aszcendensű volt. Eleve ott kezdjük, hogy az ősz jelei, a mérleg, a skorpió és a nyilas a leginkább öngyilkosságra hajlamos jelek. Tehát a 12 állatövi jelből, ha megnézzük, akkor ez a három, ami hatványozottabban hozza ezt a fajta, hát gondoljunk csak bele, hogy mondja Adi, útra kelünk, megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve, és aztán a végén úgy fejezi be, hogy ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, és lehullunk az őszi avaron. Tehát valahol ez ott van, ott van a magyarság gondolkodásában, ha mi összességében nyilasok vagyunk, akkor érthető, hogy miért tartanak ott az öngyilkossági statisztikáink, ahol tartanak. Tehát József Attila, vagy Latinovits Zoltán, vagy Bódi Gábor, mindegyike valahol hordozza magában a életvitelnek a halál koncepciója szerinti megnyilatkoztatását. Ez egy kicsit bonyolultan fejeztem ki magam, próbálom egyszerűbben. Tehát valahol ott van az öngyilkosság veszélye. Ott van annak a lehetősége, hogy esetleg nem fogom végigélni az életemet, vagy nem tudom. Ma sem tudjuk, sem József Attila, sem Latinovits Zoltán esetében, hogy hogy halt meg pontosan. De teljesen mindegy, hogy leugrott a vonatról, és úgy esett alá vetette magát a vonatnak, vagy egyszerűen csak egy depresszív hangulatban sétált a vonatsíneken, és a mozdonyvezető már későn vette észre, és elgázolta. Mert akár melyik variációját nézzük, mindegyik egy halálra utaló cselekményről szól. És ennek a halál analógiának még van egy nagyon érdekes összefüggése. Jól látjuk, ide berajzoltam, hogy a Merkur és a Neptun, amelyek Latinovits idejében együtt álltak, tehát a születésekkor a Merkur és a Neptun együtt álltak. A Merkur a gondolkodás, a kommunikáció kifejeződése. A Neptun pedig hétköznapi értelemben a káosz, a bizonytalanság, a köd analógiája. Ez nagyon fontos, mert Latinovits még életében írt egy könyvet, amelynek azt a címet adta, hogy ködszurkáló. Hát ennél szebben megfogalmazni a saját horoszkópjának az állását, hogy az a Neptun, az egy derékszögben áll az aszcendensével, és ez egy nagyon erőteljes fényszög. Tehát, hogy nem látok ki a ködből, hogy ott vagyok egy ködbe, hogy egy köd van időnként rajtam. Köd szurkáló, hogy harcolok a köddel vívok. És ez a köddel vívás, ez a legerőteljesebben ott jelenik meg, hogy amikor a születésünkkor állnak a bolygók, az olyan, minthogyha egy fénykép lemezre rögzítenénk azt a pillanatot, mint amikor a befutó lovat a lóversenyen. Abban a pillanatban, amikor megszületünk, a lélegzetvétel pillanatában lefényképezzük az eget. Azok vagyunk mi. De ahhoz képest a bolygók, mint minden, mozdulnak tovább. És milyen érdekes, Latinovits, amikor megszületett 1931. szeptemberében,
A Neptunusz még itt állt a szűzben. 1976. júniusában, amikor megtalálják halva, akkor a Neptunusz rajta állt az aszcendensén. Ha ez valakinek nem elég a sors működésére, akkor sajnálom. Ezek olyan összefüggések, amelyektől azt hiszem, nem mehetünk el gondolat nélkül, vagy szó nélkül, ahogy ezt ma szoktuk mondani. Tehát az a Neptunusz, amivel elsődlegesen is problémája volt, és egyébként a negyedik házának az ura, hiszen még a halak 29. fokán áll a négyes ház. A négyes ház az a másik halállal kapcsolatos ház. Azt jelenti, hogy az élet utolsó szakasza, ami az életünkben van. Az élet utolsó szakasza. Ennek az ura is a Neptun. És ott van az aszcendensen, amikor meghal. Mondhatjuk, hogy volt egy szabad akarata. Vívhatott a köddel. Nem tudom, hogy jó mondat-e, ha azt mondom, hogy a köd legyőzte őt. Nem tudjuk. Egy biztos. Lehet, hogy bement, és most aztán teljesen ott van. Minden esetre, miután a ködben van, így mi már nem látjuk. De kizárt, hogy nem létezik az az emanáció, amit ő képvisel. A sors nagyon erősen ott van. Persze lehet itt még érdekességeket mondani. Itt van például a negyedik házában az Uránusz. Ami azt jelenti, mivel többek között a négyes ház nem csak az élet utolsó szakaszát jelenti, hanem jelenti például a családot, az otthont, a szülőket, az Uránusz a váratlan, a kiszámíthatatlan eseményeket hozza. Tudjuk nagyon jól, hogy Latinovics édesanyja elvált az édesapjától, és aztán férjhez ment még egyszer. Tehát ez az Uránusz jelezheti azt a törést, ami benne, mint kisgyerekben, mint fiatal emberben, és később, mint felnőtt emberben megvan, és megjelenik. Itt van egy másik érdekesség. Nyilas az aszcendense. A deszcendense az ikrekben van. Az ikrek jel és a hetedik ház az analóg a házassággal, a társkapcsolattal. Ennek az uralkodó bolygója, miután a hetedik házban nincs bolygó, a hetedik ház uralkodó bolygója az ikreknek az ura, a Merkur együtt áll a Neptunnal. Eljutottunk megint ugyanahhoz a problémához, a ködszurkáló. És itt van az egész tragédiája Rutkai Évával való kapcsolatának. Félreértés ne essék, én ma elsődlegesen, tehát hogy mondjam, ha mélyebben akarnánk a horoszkópját értelmezni, akkor egy kis asztrológiai előzetest el kellene mondjak, nyilván egy órában nem fér ez bele. Tehát csak próbáltam egy-két szegmensét, egy-két összefüggését megmutatni, és ennek következtében talán egy picit közelíteni ahhoz a gondolatmenethez, hogy bizony a sors az itt van. Érdekességképpen egy pillanatra felrajzolnék még a táblára két nagyon csak lényegi tekintetében érdekes összefüggés. Egy másik horoszkópban mérleg az aszcendens. És a tízes házban áll a Szaturnusz. Kiragadok egy pillanatot, egy effektet. Természetesen ennél bonyolultabb ez a horoszkóp, de azért érdemes megnézni. Három embernek a horoszkópját ebből a szemszögből rajzoltam fel. Három embernek. Mi a három emberben a közös?
Mind a három embernek a tizedik házában áll a Szaturnusz, a hivatás házában, és mind a három ember az élet sorsában. Annak idején azt mondta nekem drága, szeretett barátom Dubravszky László, hogy a hajó orra a tízes ház. Nagyon tetszik ez a kifejezés. Hogy merre megy a hajó, az életünk hajója. Három ember, akinek az élet hajója úgy ment, hogy a Szaturnusz képviselte. Az asztrológiai hagyomány azt mondja, hogy a Szaturnusz a tízes házban nagyon nagy eséllyel hozza a bukást. Nagyon nagy eséllyel hozza azt a korlátot, vagy ha úgy tetszik a falat, amiben belemegyünk, és utána kudarcot követ. Mondom a három embert szépen sorjába. Így néz ki a horoszkópja Adolf Hitlernek. Így néz ki a horoszkópja Nikolaj Ceausescu-nak. És így néz ki a horoszkópja John Fitzgerald Kennedy-nek. Mind a három embernek mérleg az asszendense, és mind a három embernek a Szaturnusz a tizedik házában áll. Természetesen a többi bolygó az másképp áll. Nyilván a hátralévő kis időnkben már nem tudjuk ezt bevállalni, hogy mindegyikről részleteiben beszéljünk, de arra nagyon izgalmas, hogy megint egy picit megnézzük, mit mond az asztrológia erről az állásról, és milyen volt ezeknek az embereknek az életsorsuk. Nyilván nem mondhatjuk azt, hogy az életük minden szempontból hasonló volt. Az életük társadalmi értelemben a bukásokat illetően hasonló volt. Nagyjából elmondható, hogy mindegyik az élete végén, hát, hogy is mondjam csak, erőszakos halállal halt meg. Akár Adolf Hitler, akár Nikolaj Ceausescu, akár John Fitzgerald Kennedy. Hát az, hogy a helyszín vagy a rendezés pont ugyanolyan lett volna, nyilván tudjuk, nem. De a végkövetkeztetés, a végeredmény, a bukás, a tragédia, a kudarc, az mindegyiknek adatott volt. És akkor felmerül teljes joggal ezután bennetek a kérdés, na jó, de akkor most mit lehet csinálni? Kérem szépen, azt gondolom, hogy az elsődleges feladat, hogy nem harcolni kell az életünkkel. Az elsődleges feladat, hogy elfogadjuk magunkat, és elfogadjuk az életünket. Elfogadjuk a sorsunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nem törekedhetsz valaminek az elérésére. Ez azt jelenti, hogy elfogadsz mindent úgy jólak, ahogy van. Emellett teszed a dolgodat, és törekszel. De ha úgy érzed, hogy falba ütközöl, akkor azt tekintsd úgy, hogy segítenek neked egy útvesztőből kitalálni. Hát a fal az azt jelenti, hogy éppen arra nincs kijárat. Akkor nem lehet tovább menni. Én például ki nem állhatom a hiba kifejezést. Hibáztam. Nem hibáztam. Mindannyian azért jöttünk ide, hogy megtanuljunk szeretni. Egymást és önmagunkat. De talán jobban hangzik, hogyha azt mondom, először önmagunkat, és abból következik, hogy a másikat is tudom szeretni. Tehát mindig magunknál kell kezdeni. Ha megtanuljuk magunkat szeretni, akkor egymást is tudjuk szeretni. Ez a sorsunk. Ez sokkal fontosabb dolog, mint hogy melyik lakásba születtünk, ki volt az anyánk, vagy ki volt az apánk. Viszont ez mutatja meg azt, hogy felül tudsz emelkedni a saját sorsodon. Hát az a legfontosabb, hogy most mivel jöttünk ide, milyen járművel. Vagy olyan problémáink vannak, hogy most éppen mi volt az asztalon a reggeli, vagy egyáltalán ettünk-e valami. Ezek kisebb fajsúlyú kérdések. És az a vicc az egészben,
hogyha ezekkel problémázol, akkor ezek megjelennek problémaként. Ha ezekkel nem foglalkozol, akkor azt fogod észrevenni, hogy az életed rendben halad. Gondolj bele, hogy ilyen gyönyörű magyar közmondás vagy szólásmondás van, sinen vagyok, sinen van az életem. Hát ennél szebben nem lehet kimondani, hogy jól megy a dolog, jó irányban haladok. Az, amit te igazán az életeddel tehetsz, hogy jól éled meg benne magad. És amikor jól éled meg az életedben magad, akkor az, ahogy szokták mondani, ragadóssá válik. Akkor az egy példaértékű lesz. Akkor hatni fogsz a környezetedre. Mert azt mondja a másik, hogy hát ettől, vagy ennek mitől olyan jó a kedve, vagy ez mitől érzi olyan jól magát. És akkor el lehet mondani, hogy figyelj, van egy devizahitelem, alig bírom törleszteni, de ennek ellenére tudom, hogy minden meg fog oldódni. Tudom, hogy sinem vagyok. Nem aggodalmaskodom, mert teljesen értelmetlen. Ha aggodalmaskodom, attól se lesz jobb, sőt, rosszabb lesz. Mert el fogom mulasztani az élet mindennapi ajándékait. Hiszen az élet tel is, de tele van minden nap csodálatos ajándékokkal, amelyekre csak akkor tudok fókuszálni, ha nem egy dologra fókuszálom a figyelmemet, a félelmeimre és az aggodalmaimra. Ha a figyelmemet a csodákra fókuszálom, például milyen csoda van most itt, 2013. áprilisában. Elolvadt a hó, és itt a tavasz. Tessék észrevenni, hogy virágzik az aranyvessző. Tessék észrevenni, hogy csicseregnek a madarak. Olyan kevés tavaszunk van ám, és olyan gyorsan elmúlik, mondom én ezt 61. évemben. Tessék nekem elhinni, olyan gyorsan eltelt ez a 61. Kedves nálam fiatalabb jelenlévő. Mitől lehet meghosszabbítani az életet? Hogy benne vagyunk a pillanatban. És ez szabad akarat. Ez nem sors. Ez a szabad akarat, hogy ott tudok lenni a pillanatban. Hogy itt vagyok veletek, hogy élvezem a szemeteknek, a lelketeknek azt a csodálatos fürdető valóságát, amiben most itt fürdöm. Hogy egy csoda az, ahogy visszatekintetek rám. Ez a pillanat, ettől fantasztikus az élet. Mit érdekel engem, hogy mi van otthon? Vagy mit érdekel engem, hogy mi a, mit tudom én, éppen aktuális politikai felhang? Ezek a csodák. Az a csoda, hogy megízleled az első finom zöld paprikát a vajas kenyereden. Hogy ropog a szádban. Hogy érzed azt a hihetetlen ízét, mert a magyar zöld paprikát, nincs olyan, a világon nincs olyan paprika, ami ezt a hihetetlen zamatot és hihetetlen erőt képviseli a táplálékainkban. Hogy leszedsz egy őszi barackot a fáról, és tudod mit, csorogjon a leve a szád szélén, úgy igazán zaftosan és zamatosan, majd megmosod utána, mit számít? Hogy élvezd az életedet, mert az élet egy csoda. És itt a szabad akarat kérdése. A horoszkóp az arra jó, hogy megértsük, hogy merre megy a vonat. De utána a vonaton én viccelődhetem, tréfálkozhatom, és bocsánat a kifejezésért, végig röhöghetem az egész utat. De ez csak rajtam múlik. Illetve egy picit most nektek címezve, csak rajtatok múlik. Az életetek szintjét, tudatszintjét ti emelitek. S nézzétek meg ezt a drága pesszimista hazánkat, és ezt a drága pesszimista népet. Gondoljatok bele, hogy összességében mi egy nyilas nemzet vagyunk, és a nyilas elsődleges
attribútuma, jelentősége az a hit. Hol lennénk mi a világban, ha végre hinnénk önmagunkban? Ha végre azt a küldetést, amit a nyilas képvisel, azonosítanánk saját magunkkal. De itt ez sosem úgy kezdődik, hogy jó-jó, figyelem, mit csinál a másik. Nem, ez ott kezdődik, hogy én a saját életemben, a saját élet megoldásaimban követem ezt az utat. Aztán egyszer csak azt fogom észrevenni, hogy ott van egy másik ember. Ő is követi. Már ketten vagyunk. Aztán hárman. Aztán négyen. Nézzétek meg itt egy csomó bejegyzés, Facebookos, meg minden. Mindenki mindenkit meg akar változtatni. Nem lehet. Egyetlen ember tudtok megváltoztatni, önmagatokat. És aztán észre fogod venni, hogy a változás magától jön létre. Egyszer csak másképp kezdünk el beszélni a dolgokról. Más öntudatra ébredünk. El kell dönteni, és ez is szabad akarati kérdés, hogy a megkülönböztetésekre figyelek oda, vagy a közös nevezőkre. Addig ugyanis, amíg a különbségeket látom, és állandóan a különbségeket hangsúlyozom, addig nem fog menni az összefogás. Az összefogás azáltal kezdődik, hogy a közös nevezőket gyűjtöm, a közösségre, a közösség építésére figyelek. És a közösség építése az nem olyan, hogy na most tudjátok, hogy gyerünk és építsük a közösséget. Nem. A közösség építése is itt van a lelkedben. Nem kell semmi mást csinálni, csak elfogadni magadat. És ha elfogadod magadat, akkor a másikban nem a szálkát kezded el keresni, vagy a gerendát, hanem azt, hogy mit fogadhatsz el benne. A közös nevezőket. És attól a pillanattól kezdve, miért ne lehetne békességben elbeszélgetni? Értem a véleményedet, de azzal nem tudok azonosulni, de téged szeretlek. Ez két külön dolog. Azért, mert én a te véleményeddel nem értek egyet, attól még szerethetlek. Miért kellene mindig mindenmel egyet érteni? Hát gondoljatok bele. Van az igazság. Az az egység. Jelenleg körülbelül 7 milliárd ember birtokolja az igazság egy szeletét. Közös nevező csak akkor lesz, ha mindannyian összeborulunk és összetesszük a szeleteket. A te nézőpontodból az élet másképp néz ki, mint az én nézőpontomból. És baj ez? Hát nem. Hát miért lenne ez baj? Karma van. Ez nem kérdés. Sors van. Ez nem kérdés. De felemelheted magadat a saját karmád gyakorlása közepette, és egy más tudatszinten éled. Mit mond Buddha? Keressétek a megvilágosodást. És az hol van? Erre egy másik nagyon szép zen buddhista koannal idéznék. Ha Buddhát látod szembe jönni, öld meg. Kívülről nem jöhet. Ez benned van. Bennetek van. Hogy ez mennyire egyszerű, megint az asztrológiával válaszolnék, vagy úgymond támasztanám alá. A napocska mindannyiunk horoszkópjában benne van. Hát amikor születtünk, valamelyik zodiákusban állt a nap. A nap képviseli a fényt. A nap képviseli a testünkben a szívet. Hol a fény, hol az Isten? Hát itt, a szívedben. Nem az anyagi értelemben vett kis izomtömlőben, hanem ennek az úgymond elvont fogalmiságában. Abban a belső lényegiségében, amit a szív, illetve a nap archetipikus értelemben képvisel. Mindannyiunk életében
ott van a szív, mint lehetőség. Rajtunk áll, hogy mire használjuk. Minden esetre, amíg dobog, addig van lehetőséged arra, hogy szeress. Amikor már nem dobog, hogy azután mire lesz lehetőséged, majd meglátod. Ebben az életünkben az a sorsunk, hogy megtanuljunk szeretni. De természetesen szeretni csak úgy lehet, ha magadat elfogadod, ha magadat nem kritizálod. Egyébként is bocsáss meg, milyen pozitív célja van annak, hogy megkritizálod magad? Azt hiszed, hogy ha megkritizálod magad, akkor majd utána jobban fogod csinálni? Hát attól biztosan nem. Sokkal fontosabb és sokkal nagyobb jelentőséget hordoz, ha hiszel magadban. Ha elszánt vagy. És hogy ez mennyire így van, elmondanám nektek, feltételezem, hogy a jelenlévők nagy többsége tud biciklizni. És miért tudsz biciklizni? Mert hittél abban, hogy meg fogsz tanulni, és elszántan gyakoroltad, és miután ezt a kettőt összeegyeztetted, egyszer csak lásd csodát, rajta maradtál a biciklin, és kerekeztél. És lehet, hogy ugyanez a helyzet az úszással, és lehet, hogy ugyanez a helyzet az első rántáskészítéssel, mindennel így vagyunk. Az élet az tele van tanulással, de ha állandóan arra kritizálom magamat, hogy ez úgyse fog sikerülni, meg ez se fog sikerülni, akkor annak a következménye az, hogy tényleg nem fog sikerülni. Hinni önmagadban annyit jelent, mint hinni abban, hogy te vagy a szeretet. Én itt be is fejeztem. Köszönöm szépen.